A legtöbb munkavállaló a nyári hónapokban veszi ki szabadsága nagy részét. Ezeknek a napoknak a kiadására azonban számtalan törvény vonatkozik, ezeket a munkatörvénykönyve szabályozza. Egy évben 7 napot legfeljebb a munkavállaló kérésére 2 részletben ki kell, hogy adjon a munkáltató, tehát köteles, illetőleg 14 egybefüggő napot munkamentesen lehetővé kell tennie az adott munkavállalónak a munkáltató részéről. Most nagyon fontos szabály az, hogy 15 nappal korábban kell jeleznie ezt az adott dolgozónak, és ugyebár minden cégnél megvannak erre a módszerek, van, ahol van szabadságnyilvántartási karton, de elegendő e-mailváltás is. Az a lényeg, hogy le legyen dokumentálva, és 15 nappal előtte határidőben jelezze az adott munkáltató felé ezt. A munkavállalónak alapesetben 20 nap szabadsága van. Ehhez jön az úgynevezett pótszabadság. Ez mint többlet, egyrészt életkorral jár. Ha valaki betöltötte a 25. életévét, az plusz 1 napot jelent a dolgozónak. Mire a 45. életévét betölti, már 10 plusz napja lesz. Ezen túl, ha 16 évesnél fiatalabb gyermeke van, az további plusz 2 nap, 2 gyermek esetében plusz 4 nap. Az édesapák pedig a szülést követő második hónapig 5 plusz szabadnapot vehetnek igénybe. Ikergyermekek esetében ez 7 napra emelkedik. A munkanélkül töltött napokon a munkatörvénykönyve szerint a munkáltató nem hívhatja vissza a dolgozót, de vannak kivételes helyzetek. Alapesetben, amikor szabadságon vagyunk, az a saját személyes terünk, saját privát szféránk, és gyakorlatilag a rövid tömmel válasz az, hogy semennyire, viszont vannak kivételek. A munkatörvénykönyve az, amely irányadó itt is, az pedig azt fogalmazza meg, hogy ha kiemelkedően fontos gazdasági érdek, vagy a munkáltató működését közvetlenül és súlyosan veszélyeztető indok áll fent, akkor van lehetőség arra, hogy beavatkozzon a munkáltató a munkavállalónak a szabadság felhasználásába. Tehát mire kell itt gondolni? Hogyha egy ilyen indok felmerül, akkor megszakítható a szabadság, berendelhető a munkavállaló, vagy akár a már kiadott, de még ki nem vett szabadság módosítható. Viszont ez nem működhet keretek nélkül. Tehát például, hogyha egy külkereskedelmi cégnél felrobban az egyik gyártósor, és berendelik a kereskedelmi igazgatót a szabadságáról, nyilván az egy jogszerű lépés a munkáltató részéről. Ha viszont engem a fölöttesem szabadságon azért hív fel, mert mondjuk nem találja a, nem is tudom, kapszulás kávéfőzőnek a használati útmutatóját, akkor nyilván nem vagyok köteles ennek eleget tenni és ezzel foglalkozni a szabadságomon, a megérdemelt szabadságomon. A munkáltató pozíciótól függően köteles beszámolni arról, hogy szabadsága ideje alatt hova utazik. A vezetőbeosztásban dolgozó munkavállalóra akár a szabadsága alatt is szükség lehet, ezért neki nem árt tudatni, hogy hol tartózkodik.